ezen az estén. Néhány igeverset fogunk felolvasni János evangéliumának a 4. fejezetéből, a 46. verstől egészen a rész végig. A 46. verstől következünk itt el. Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtak. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem látod jeleket és csodákat, nem hiszed. A királyi tisztviselő újra kérte: uram, jöjj mielőtt meghal a gyermeket. Jézus erre így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, is elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ez pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Helyet foglalunk, meghagyjuk a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, édesatyám, köszönjük te neked az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy rajta keresztül te szólaltál, te cselekedtél, és hálát adunk, mert szent lelked által biztosítottál minket arról, hogy kezünkbe tarthassuk a Szentírást, és ugyancsak azáltal, a lélek által te tudsz munkálkodni, hogy megértsük is, ami szívünkhöz elérjen, és komolyan vegyük. Köszönjük, mert kérhetjük, hogy cselekedj közöttünk az Úr Jézus nevében. Amen. Szeretnék átadni egy buzdítást János első leveléből, ezért említettem véletlenül meg ezt a levelet. Egy buzdítást, amit a tavalyi év végén az Úr a szívemre helyezett erre az évre, és átadtam a körzetnek és több helyen is gyülekezeteknek, ahol szolgáltam. Méghozzá János első levelének a 4. fejezetéből a 10-es és 11-es vers hadd buzdítson minket ebben az eszendőben. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeret minket, és elküldte fiát, engesztelő áldozatú bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. És az a vágya, és ezt a körzetben is elmondtam, de hadd legyen ez minden gyülekezetben igaz, hogy ebben az évben mindegyik gyülekezet erősödjön meg az egymás iránti szeretetben. Ha az Atya Istennek akkor a szeretet volt a szívében, hogy feláldozta a legdrágábbat, akit csak adhatott az emberiségért, az Úr Jézus Krisztus, kérdezem én azt, ki meri azt mondani, hogy én ezt vagy azt nem teszem meg az én testvéremért? Én nem hozom ezt vagy azt az áldozatot meg érette, és szolgálok felé. Ha az Isten feláldozta a legdrágábbat, akit csak adhatok nekünk, ki az, aki azt meri mondani, hogy én nem hozok áldozatot? Én haragszom, én vitatkozok, én védem az igazságomat. Én harcolok azért, amit meg kellene tapodni. És sokszor önmagunkat meg kell tapodni azért, mert jobban kell szeressem a testvéremet. Drága testvérem, kedves hallgató, egy gyülekezet tartozik azzal, hogy szeresse egymást. Az ördög ebben az évben ki fogja kezdeni a gyülekezeteket, mint tavaly. Sok támadása van neki, de legyünk megerősödve, mint gyülekezet, az egymás iránti szeretetben tartozunk. Mi is tartozunk, mert annyira szeretett minket az Atya. Eszembe jut egy menyegző során a vőlegénynek a fiú testvére előállt, és az ő beszámolójában elmondta azt, hogy az Atya Isten megtanította őt a szeretetben előre lépni, a szeretet leckéjét megtanította neki, mert hogy az utóbbi időben a feleségével egy konfliktus helyzetbe kerültek, és egy hosszabb időt eltelt, még ezt a konfliktus helyzetet rendezni tudták. És
Hát az Úr megtanította őt a szeretet egyik leckéjében, hogy szeretni kell az ő feleségét, engedni kell, meg kell alázkodni, közös utakat kell találni. És ebben a beszámolójában elmondta azt, hogy hát a szeretetről nem kell annyit beszélni. Sok szentbeszédet hallott ő már a szószékről, ilyen-olyan lelkésztől, lelkipászoltól, de a szeretetet az Úr meg tudja tanítani, és ő neki ezt megtanította. És úgy szívemre vettem, kicsit ott voltam a vendégek közül, hogy hát a sok szentbeszédet hallja a szeretetről. De az az igaz, amikor az Úr megtanította neki a szeretet leckét. És úgy eszembe jutott az, hogy kedvesem, ha odafigyeltél volna a szentbeszédre, akkor nem kellett volna másfél hétig haragudni egymásra, hanem lehetett volna rendezni néhány perc alatt. Mert az a szentbeszéd, amit sokszor lelkész, vagy lelkipásztor, mond a szószékről, az igaz és amen. Mert az Jézus adja. És ebben a szóban erő van. És az, hogy mennyire veszünk komolyan az Úr Jézus Krisztus szavát, az teljesen tőlünk. Hogy mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy Jézus Krisztus szóljon hozzánk. És minden tanítás, az Isten szava, az Isten beszéde, lapozás legyen az értelmünkben és a szívünkben, az nagyon nagy részben rajtad múlik és rajta múlik. Ezen a mai estén is néhány gondolatot szeretnék szólni az Úr Jézus Krisztus szavával. Hatalmas erő van Jézus szavával. A miénket sokszor nem veszik semmire. Megkérjük egymást szívességekre, és mintha a fülük mellett ment volna el az, amit mi mondtunk. Jézus szava nem ilyen. Jézus, amikor azt mondta, hogy te fiad él, az a fiú meggyógyult az ő halálos betegségéből. Nagy távolság volt, de Jézus szavában erő van. Múlt év folyamán foglalkoztunk János evangéliumának az alapján azokkal a jelekkel, azokkal a csodaképekkel, amit János a tanítvány úgy látott jónak, hogy ezt le kell jegyezni. Az ő evangéliumában 7 ilyen jelet, 7 ilyen csodát írt le. Sok csodatétele volt az Úr Jézus Krisztusnak, de János apostol kiválasztott 7-et. Az ő egész evangéliuma azért lett megírva, ezek azért írattak meg, mondja a 20. fejezetben, hogy higgyetek. Hogy higgyétek azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ezért írta meg az evangéliumot, és azért gyűjtötte ezt a 7 csodatételt, amit jeleknek hív, hogy bemutassa azt, az Úr Jézus Krisztus nem csupán ember volt itt a Földön, egy nagy tanító, akit sokan követtek, hanem Jézus Krisztus az Isten fia volt. És mindegyik csodatételben bemutatja János apostol, hogy az Úr Jézus Krisztusnak hatalma van ott, mint Isten fiának, ott cselekedni, ahol mi emberek lehetetlenek vagyunk. És így is fogalmazza meg az egyik Biblia magyarázó, ezeken a területeken Jézus bebizonyította magáról, hogy ott is van hatalma, ahol az ember tehetetlen. Van szó a kánai mennyegzőről. Tudjuk, hogy a legjobb bor került a vége felé az asztalra. Jézus Krisztusnak hatalma van arra, hogy a legeslegjobbat adja. Tökéletesen tud adni, teremteni. Újjá teremteni dolgokat. Csodálatos az Isten fiának hatalma, mert ami nekünk van, arról nem tudjuk elmondani, hogy tökéletes. Az mindig hiányos. Arra azokra lehet garanciát vállalni, hogy elfogadni. Amit az Úr Jézus Krisztus ad, az minden alkalommal tökéletes. Van szó egy másik csodatétel alkalmában arról, hogy az Úr Jézus Krisztusnak nem akadály, hogy egy ember 38 éven keresztül beteg. Nem akadály ez a hosszú idő abban, hogy meggyógyítson. Nem akadály az, hogy nem szállt le az Úrnak angyala, hogy felkavarja a medencében a vizet, és tudjuk a történetet. Jézus Krisztusnak nem akadály az, hogy szombat van. Mert az Úr Jézus az Isten fia, nincs idő korlátai közé kötve. Ő csodát tud tenni, bármikor, még ezen a mai estén is.
mert ő az Isten fia. Igen, nekünk az idő elfogt el. Az idősek nagyon sokszor elmondják azt, hogy elrepül az élet. Az Isten fiának az idő a kezében van, és soha nem akadályozza semmilyenféle idő abban, hogy csodát tegyen, és megszólítson téged akár ezen a mai estén is. Aztán mi dolgozunk azért, hogy együnk. Aztán eszünk azért, hogy legyen erőnk dolgozni. És dolgozunk azért, hogy legyen meg a megfelelő mennyiségű étel. Az Úr Jézus Krisztus kezébe vesz néhány kenyeret, cipót, néhány halat, és nemhogy jól lakik több mint 5000, hanem imád. Jézus Krisztusnak nem akadál, mert ő nem csupán ember, hanem az Isten fia. Igen, mikor megárad a víz, akkor mi a homokzsákjainkat feltesszük a partra, hogy visszafogjuk a vizet, hogy a medrébe tartsuk. Mert ennyit tudunk mi nagyjából tenni a természeti törvényekkel szemben. Az Úr Jézus Krisztus pedig fogja magát és jár a vizet. Mert neki nem akadály ellent mondani a természet törvényeinek. Ő jár a vizen, mert ő az Isten fia. És legvégül a hetedik jelcsoda, amit János bemutat, a legnagyobb tehetetlenségét mutatja be az embernek. És amikor az emberi tehetetlenségében látja magát, akkor elszomorodik a szíve. Mert ott van az Úr Jézus Krisztus, aki feltámasztja Lázárt. És még az ember itt a Földön nagyon sok mindent megtesz azért, hogy esetleg az életét néhány nappal, héttel, hónappal, évvel meghosszabbítsa. Addig mindannyiunk előtt ott van a halál. És senki nem tudja elkerülni azt. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, jöjj ki a halottnak. A halott hallgat Jézus szavára, mert ő nem csupán ember, hanem az Istenek fia. Kijön a sírból, feltámad a halott. Azért, mert Isten fia szólt. És az a kérdés ezen a mai estén, hogy elhiszed-e azt, amit az Úr Jézus Krisztus mond? Tudsz-e hinni Jézus szavában? Mert olyan erő lakozik abban, hogy csodákat fogsz megtapasztalni az életed során. Csak az a kérdés, tudsz-e hinni? És ebben a csodatételben, amit felolvastunk ezen a mai estén, látunk egy édesapát, egy római századosnak a tisztviselőit, egy édesapát, aki aggódik a gyermekéért, aki teljesen elkeseredett, azért, mert az ő fia beteg és halálán van. És látjuk, hogy ez az ember hogyan jut hitre, és hogyan megy haza hittel, és tapasztalja meg azt, hogy az Úr Jézus Krisztusnak, Isten fiának a szavában erő van és hatalom, mert ő nem csupán egy ember, hanem Istennek a fia. Az a kérdés, mennyire veszük komolyan, és mennyire tudjuk elfogadni, és ráállni Isten szavára. Kell a gyülekezetnek mindenféle lelki többlet. De mondom neked, ez a keskeny út. Az, hogy elkezdesz hinni abban, amit az Úr Jézus Krisztus mond, és ráállsz, elfogadod. És meg lesz próbálva, mert az ördög mindent megtesz azért, hogy kételkedés csepegtessen a szívünkben. Meg lesz próbálva az, hogy azt, amit olvastál, azt, amiről hallasz az igehirdetések során, vagy éppen olvasol könyvekben, komolyan veszed-e? Elhiszed-e, hogy Jézus nem csupán ember, hanem az Istenek fia? És hogyha azt mondta, hogy minden napon veled leszek, egész életed folyamán egy világ végezetéig, akkor én tudom, hogy felkeltem ezen a mai reggel, és az Úr Jézus Krisztus velem van. Mert nem éri meg egy lépést tenni az Úr Jézus Krisztus nélkül. Nem éri meg egy lépést tenni, ha nem hallod Jézus szavát, és ha nem tudod azt, hogy az a lépés helyes. Mert az úgy van, ahogy ő tanított. És hogy ezt a lépést érdemes megtenni, mert őt fogod követni. Nem érdemes egy lépést megtenni ebben az életben. És hadd mondjam el, hogy én mindent Jézusnak köszönhetek, és az Atyának. Életet adott.
És amikor azt mondom, hogy életet adott, nem azt mondom, amíg megél egy ember itt 70-80 évben, fáradtsággal, izzadtsággal, nagyon sok bajjal, vesződéssel. Életet adott. Ő az élet. Minden áldott nap. És ha tudod azt, hogy a következő lépés, amit megteszel, ezen a mai napon is, bátran megteheted, mert Jézus kezében van az életed. Mondom azt, hogy nem lesz aggodalom a szívedben. Le tudod győzni az erődet. Meg fog támadni, de nem le tudsz mondani a félelemre. Nem le tudsz mondani minden reménytelenségnek és szomorúságnak, amit el akar ültetni az ördög szívedben. Csodálatos az, amikor az Úr Jézus Krisztus szava szerint tudsz lépni. Az ő tanítása szerint, vagy hallod az ő szavát, mert abban erő van, és vedd komolyan, mert nem egy ember szól csupán, hanem az Istenek a fia. És János, amikor megírta ezt az evangéliumot, így akarta bemutatni az Úr Jézus Krisztust, hogy higgyenek ő benne. Ezek azért írtak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia. Aztán látjuk itt a hittel kapcsolatosan ezt a király tisztviselőt, ezt az édesapát. És azt látjuk ebben a történetben, hogy a hit az nem a mi erősségünk. Nem. Nem erősségünk a hit. Azt olvasok itt a 48. versben. Ha nem látok jeleket, csodákat, nem hisztek. Jézus mondja. Nem kérdés ez. Ha nem látok jeleket és csodákat, nem hisztek, hanem kijelentés. Ha nem látok jeleket és csodákat, nem hisztek. Szomorú ez, de jellemez minket. Minket bűnös természetünk miatt inkább a kétkedés jellemez, mint a hit. Így kétkedett Éva az Isten szavába, amikor az ördög megkísérte. És ma is az ördög mindent megtesz azért, abban az adott helyzetben, hogy te kételkedj. Ne hidd el, kételkedj. Ebben az az irónia, hogy amellett, hogy könnyen nekünk kételkedni, mégis annyi hazugságot elhiszünk. Valóban nevetséges. Ha kinyitjuk az újságot, elolvashatjuk, hogy ma ki az urat. Megnyitod a rádiót, sok igazság mellett van hazugság is. Megnézed a tévében a híradót, az sem úgy volt igazán. Meghallgatod a szomszédot a legújabb plecskáról, az se igaz. Mész az utcán és meglátod a reklámtáblát, hogy neked éppen arra szükséged van, amit reklámoznak, na az se igaz. Annyi hazugságot elhiszünk itt ezen a földön. Olyan könnyen elhisszük azt, amit a másik mond, mert megbízunk benne. És sokszor kiderül, hogy nem éppen úgy van. Annyi hazugságot elhiszünk. Miért nem hiszük el azt, amit az amit Isten mond. Miért olyan nehéz hinni abba? Könnyebb kételkedni valójában. De győzz az ördög felett. Higgy abban, amit az Úr Jézus Krisztus mondott. Egy másik igazság, amit itt látunk, kérdésként, hát min alapuljon a hit? És itt ebben a történetben az 50. versben mit mond Jézus az édesapám? Menj el, a te fiad él. Min alapul ennek az apának a hite? Azon, amit az Úr Jézus mondott neki. Menj el, a te fiad él. És mondom neked, kedves testvérem, drága hallgatom, vedd komolyan Isten fiának a szavát. És építsd rá az életedet, mert idős korodra nem fogsz csalódni.
Nem fogod azt mondani, hogy kár volt megélni ezt az életet. És hogy sok mindent megváltoztatnék. Ha komolyan veszed azt, amit az Úr Jézus mond. Milyen alapul a hit? Azon, amit Jézus mond. Nem azon, amit emberek hisznek. Szeretném azt megjegyezni. A hit nem azon alapul, amit más ember hisz. Mert az Isten nem változik, sajnos a mi gondolataink sokszor másak és másak az Istenről. A mi hitünk azon alapszik, amit Jézus mond. És nem fog tönkremenni az életet, amikor a te hitedet elalapozod. Vedd komolyan azt, amit az Úr Jézus mondott. Ha ő azt mondta, hogy az, aki hisz én bennem, annak örök élete van, mondjon itt a Földön bárki bármit, a te hited egyedül azon alapuljon, amit az Úr Jézus mond, mert minden bizonnyal 100%-os lehetsz abban, hogy neked örök életed lesz. Mert Jézus mondta. Hát ennek az embernek, ennek az édesapának is a hite azon alapult, hogy Jézus hozzászólt. Neki beszélt is. Ezt mondta. De látjuk azt is, hogy a hit az láthatatlan dolgokba vett egy hit. Ez a hit. A nem látható dolgokból való bizalom, meggyőződés. Ez a hit. És ugyanez látható itt ebben a történetben. Ennek az édesapának az életében. Az ő gyermeke beteg. Kapja Jézusnak a szavát, hallja, menj el a te fiad él. És figyeljük meg, mit mond a következő szó. Hitt az ember a szónak. Hitt. Hagyjuk meg, hogy az édesapának volt egy elképzelése arról, hogy Jézus Krisztus hogy fog neki segíteni, hogyan fogja meggyógyítani az ő fiát. Mert olvasunk arról az igében, hogy amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Judeából Galileában, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálra van. Tehát ez volt az édesapának az elképzelése, elmegy az Úr Jézus Krisztushoz és megkérje arra, hogy jöjjön el vele és gyógyítsa meg az ő fiát. Ugyanez a gondolatot látjuk megismételni. A 49. versben, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Ez volt az édesapának az elképzelése. Elmegy az Úr Jézushoz. Hallotta, hogy nagyon sokakat meggyógyított. És remélte azt, hogy megkönnyörül rajta is. És eljön ő vele, és meg fogja gyógyítani az ő fiát. Ehelyett mit kapott? Menj el, a te fiad él. És azt olvassuk, hogy hitt az ember a szónak. És annak alapján, amit az Úr Jézus Krisztus mondott neki, ő elindult haza. Ez a láthatatlanba vetett hit. Mert ez az édesapa nem látta azt, hogy az ő gyermeke jobban lesz. Nem látta azt, hogy elhagyja őt a lánc. Nem látta azt, hogy felül az ágyban, vagy ételt kér, mert jobban van. Hogy vége a veszélynek. Nem látott ezekből semmit. Hitt abban, amit az Úr Jézus mondott, és előtt. A láthatatlan alapján indult el, és itt az embernek a Földön nem adatott más út, csak a hit. Méghozzá nem valamiben vagy valakiben, hanem egyedül az Úr Jézusban, mint Isten fiába vetett hit. Ez adatot, amellyel megtalálod az Atyát, és aki megtalálta az Atyát, annak az élete boldog lehet. Ó, az Atya nélkül nyomorult az ember. Jézus nélkül nyomorultak vagyunk. Hit, ez az egyedüli út az ember számára. Majd megjelenik úgy, mint dicsőségnek a király. Akkor már nem kell hinni. Akkor a hitetlen is meglátja azt, hogy valójában Jézus nem csak ember, hanem az Isten fia. És visszatért, mint dicsőséges király. És elviszi az ő országába az övéit. És ítéletet tart azok felett, akik hittek, és azok felett, akik nem hittek.
Nagyon egyszerű. Az a kérdés ezen a mai estén, hogy mennyire veszed komolyan azt, amit az Úr Jézus mondott. És azt mondta, aki hisz én benne, annak örök életem van. Jézus azt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Kell neked az örök élet. Kell neked az Atya Istennel való kapcsolat. Csak az Úr Jézus Krisztus által találkozhatsz Istennel már itt a Földön. És lehet az életed más. Mert Isten mássá teszi. Normális életed lehet, amit az Isten szánt egy embernek. De ad neked örök életet. Mert az Atyának az a vágya, az Istennek az a vágya, hogy egy örökké valóságot töltsünk ő vele, mert szeret minket. Tudjuk ezt az igazságot nagyon jól. De az Úr Jézus Krisztus szava alapján indulunk el. A belé vetett hit által indulunk el. Nem látjuk, de hisszük. Mert amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy elmegyek helyet készíteni, de újból visszajövök. Nem láttuk meg, de hisszük. Amikor Jézus azt mondta, hogy minden a feletek vagyok, nem látjuk őt, de hisszük és tapasztaljuk. Ismét eljövök, mert fogjuk látni, de most hit által élünk. Komolyan veszed azt, amit az Úr Jézus mondott. Ez az édesapa hit annak a szónak, hogy menjen a te fiad élve, és elindul. De látjuk az ő példáját, az ő hitét, és úgy gondolom, hogy elindult ő hittel, de nem hagyta az ördög annyiba, mert a hit az mindig harcba kerül. És itt a Földön nem elég, hogy mi megtértünk Istenhez. Hitre jutottunk az Úr Jézus Krisztusba, mint Isten fiába. Megkaptuk bűneink bocsánatát, és hiszünk ő benne, és általa lesz örök életünk. Ez nem elég. Az igaz ember hite által fog élni nap, mint nap. És azáltal a hit által, amiről János beszél az ő levelében, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az legyőzi a világot. De csak az. Nekünk ezzel a hittel kell élni nap, mint nap, és tudsz győzni az ördöggel szemben. De a hit itt a Földön harcba kerül. Mint ahogy Pál apostol azt mondta, hogy a nemes harcot megharcoltam. És Timóteusnak azt mondta, azt parancsolom, hogy harcol meg a nemes harcot. Mert a hitünk mindig harcba kerül. És úgy gondolom, hogy ennek az édesapának az útja sem volt könnyű az a fel. Minden bizonyan nem volt könnyű az útja, amíg jött, hogy megkeresse az Úr Jézust. Mert lehet, hogy több száz kérdés vetődött fel bele benne az út során. Vajon megtalálom-e Jézust? Vajon meg fog-e hallgatni? Vajon eljön-e velem? Meggyógyítja a haldokló gyermeket? A fiamat? De amikor elindult hazafele, úgy gondolom, hogy az ördög az ő hitét támadta. És az ördögnek a legnagyobb kérdése, vajon tényleg úgy van? Vajon tényleg meggyógyult a te gyermeked, a te fiad? Vagy hazamész, és ott van még lázban, vagy már lehet, hogy meg is halt? Vajon tényleg úgy történt? Úgy gondolom, hogy ennek az édesapának nem kis harca volt a hazafelé vezető úton. Mind ahogy egy hívő embernek itt a Földön meg kell harcolni a hitét. Nemet kell mondani az ördögnek. És amikor azt mondja neked, vajon tényleg úgy van, ahogy Jézus mondja? Vajon tényleg igaz az, amit a Bibliában olvasol? És nem egy alkalommal lehet már ma este vagy holnap. Az ördög megtámad és felteszi ezt a kérdést. Tényleg igaz az, amit az Isten mond? És neked szembe kell szállnunk az ördögkel, és azt kell mondani. Igen, én tudom. Igen, én hiszem. Igen, én nem csalódtam. Én tudom, hogy te hazudsz, és semmi keresni valót az én életemben. Nemet mondok minden egyes hazugságodra. Nemet mondok mindenre, amivel kételkedést akarsz csepetetni a szívembe. Mert a hit az harcba kerül. Látjuk azt, hogy vannak a hitnek bizonyító jele is. Mert az Úr gondoskodik arról, hogy megerősítse a hitedet. Amikor harcolsz az ördöggel szemben, így győzöl. Ő meg akarja erősíteni a te hitedet.
ez történt ezzel az édesapával is. Nem ért még haza, de már jöttek a szolgák. Hozták a jó hírt, a te fiad meggyógyult. És érdeklődik, hány órakor, és mondják azt, hogy ebben is ebben az időben. És tudta azt, amikor Jézus azt mondta, hogy a te fiad él, akkor gyógyult meg az ő fia is ott volt. Még nem ért haza, még nem látta meg az ő fiát, még nem tudott együtt örülni a családdal, de már jönnek a szolgák. És megerősödik az ő hite. Igen, akkor, amikor az Úr Jézus mondta, a szolgák is alátámasztották. Gondolom, hogy még jobban szedte a lábait, még jobban igyekezett haza. Az Úr gondoskodik arra, hogy megerősítse a hitedet. Vedd komolyan azt, amit az Úr Jézus mond, mert Isten fia beszél. És legvégül a hitet meg lehet vallani, és meg is kell vallani. Azt látjuk ennek a történetnek a végén, hogy miután megállapította az édesapa, hogy éppen abban az órában gyógyult meg az ő fia, és olvassuk azt, hogy is hitt ő, de nem csak ő hitt, hanem az ő egész háza népe hitt. Hitt. Igen, mert a hitet meg lehet vallani, és meg is kell. És amikor megvallod az Úr Jézusban, mint Isten fiában letett hitedet, ez a hit meg fog erősödni benned. Drága testvérem, kedves hallgató, ezen a mai estén az a kérdés, hogy kinek hiszel? És ha azt mondod, hogy hiszel abban, amit az Úr Jézus mond, mint Isten fia, akkor az a kérdés, megtértél-e már Istenhez? Kaptad-e bűneid bocsánatát? És van-e örök életed az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által? Ha azt mondod, hogy Jézus igazat mondott, akkor mi ma térj meg. Drága testvérem, vedd komolyan azt, amit az Úr Jézus mond. Ami hitünk, erre kell alapozódjon. Mi erre építünk, és megharcoljuk ezt a hitet. Isten megerősít minket, megvalljuk ezt a hitet. Ez a hit győzelemre visz minket. Ez a hit megtanít élni itt a Földön, és elvisz minket az örök életre. Mert Jézus szavában erő és hatalom van. Hit az Úr Jézusnak, Isten fiának a beszédében, szavában. Amen. Ma este a hitről hallottunk az ige hirdetésben, Jézus Krisztusban vetett hit fontosságáról. Azon gondolkoztam, amíg az igehirdetés hangzott, hogy legtöbben olyanok vagyunk ma este itt, akik azt mondjuk, hogy hiszünk az Úr Jézusban. Mi már hitáltal megragadtuk a kegyelmet, hitáltal nyertük bűneink bocsánatát. Igyekszünk megélni a hívő életet, és mégis ma este az igehirdetés rátapintott arra a lényegre, hogy ha nem hiszünk eléggé Jézus Krisztus szavának, nem merjük rá helyezni az életünket, nem merjünk rá állni nap mint nap arra, amit ő mond, akkor nem vagyunk igazán hívők. Csak úgy gondoljuk magunkról, vagy esetleg mások így neveznek. Jöjjünk testvérek, és valljuk meg, hogyha nem vagyunk eléggé hívők, és kérünk bocsánatot az Úrtól. És bárcsak tudnánk odaszállni magunkat jobban az Úrnak, és ráállni az ő igéire, az ő szavára. Jöjjünk mi most, a hívők, akiknek szükségünk van, hogy a hitünk erősödjön, növekedjen, hogy szilárdabb legyen, és imádkozzunk. Ugyanakkor az a kérdés is foglalkoztatott, hogy vajon van-e itt ma este olyan, akinek az Úr megmutatja azt, hogy kell hinnie. Hát eddig mi nem tudott úgy hinni. Elméletileg már hallott sok mindenről, tud dolgokról, mert felnőtt itt az imaházban, vagy hallott már igehirdetésekben dolgokat, de még nem jutott odáig, hogy személyesen azt mondja, Úr Jézus, elfogadom a te áldozatodat, mint helyettesítő váltság, művet. Tudom, hogy az én vallásos életem, az én imaházba járásom, bibliaolvasásom, meg az, hogy
igyekeztem én egy erkölcsös életet élni, az nem elég az üdvösségre. És most én elfogadom a te váltságművedet, leteszem az életemet, a bűneimet, és elhiszem, hogy te meg tudsz bocsájtani, meg tudsz szabadítani, egy új életet tudsz adni. Van-e valaki ma este itt, aki tud így hinni az Úr Jézusban? És még az is foglalkoztatott, gondolkoztam azon is, mert eszembe jutott az apostolok cselekedetéről írt könyv, a 26. rész, ahol Pál apostol Agrippa király előtt beszél, és végig felteszi a kérdést éppen a királynak, hogy hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Vajon ma este van-e valaki, aki azt mondja, igen, én nyilvánítom is. Én most bizonyságot adok afelől, hogy a hitemet Jézus Krisztusba vetem. Van-e ma este valaki? Lesz-e ma este valaki, aki azt mondja, igen, én el akarom őt fogadni. És nem tér ki, és nem halasztja, és nem mondja, hogy hát majdnem ráveszel engem. Mint ahogy akkor Agrippa király válaszol. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjéné legyek. Hát ne csak majdnem. Ne csak majdnem legyenek itt valaki kívülség. Ne csak majdnem történjen döntés. Ne csak majdnem történjen életváltozás, hanem valóságosan. Imádkozzunk ezért. Hajtsuk térdet, fejet most, mi Isten színe elő. Köszönjük neked, Istenünk, hogy megszólítottál minket ma este. Hálát adunk azért, hogy megmutattad nekünk, a hívőknek, hogy a hit életünk sokszor olyan sekélyes, felszínes. Bocsáss meg, Uram, azt, hogy sokszor nem tudunk ráállni a Te ígédre, és nem engedelmeskedünk annak. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy a mi hitünket még jobban beléd vessük. És higgyük el, Urunk, azt, hogy Te meg tudsz tartani, Te meg tudsz őrizni, Te velünk vagy, adsz erőt megélni a hívő életet, és Te vagy az, aki bizonyítasz mellettünk, akkor is, amikor mások talán kétségbe vonják, hogy igazán hívők vagyunk. De add, Uram, hogy látszódjon is az életünk, ami a Tiéd vagyunk. És amikor el is mondjuk másoknak, amikor bizonyságot teszünk rólad, hogy mi a Tiéd vagyunk, hogy feléd vetettük a hitünket, hogy neked akarunk élni, és hogy örök életünk is van, akkor add, Uram, hogy mások is ezt értsék meg, lássák meg. Kérünk, Urunk, azokért is most, akik vívódnak, munkálkodsz az életükben, és rámutatsz a hiába való bűnös életre, rámutatsz arra, hogy ebből meg kell szabadulni. Add, Uram, hogy higgyék el, hogy az Úr Jézus Krisztus drága vére által van bűnbocsánat, van szabadulás a bűnből, is lehet kezdeni egy újat. És add, Uram, hogy álljanak ki melletted most, és válasszanak téged. Hála neked azokért is, akik döntöttek, hála azért, hogy oda számhatjuk magunkat. Köszönjük, hogy kész vagy megújítani, és köszönjük azt is, hogy teljesen újat is tudsz adni annak, aki ezt igényli tőled. Dicsőség neked van ezért. Amen. Amen.
Köszöntöm sok szeretet! Az első emlékem, ami Istennel kapcsolatos, olyan 4-5 éves koromban volt, amikor is egy szombat délután setlegettem az udvaron, és megkérdeztem apukámat, hogy most akkor miért setlegetek? Azért, mert holnap vasárnap lesz és Isten tiszteletére? És erről azt mondta, hogy igen, igen, Isten tiszteletére. És én akkor gyerekfejjel azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon ki lehet az az Isten, akinek én a tiszteletére bármit is meg kell csináljak, vagy bármit is kell tennem. Miután ezen így elgondolkoztam, pár percre rá, jött egy nagy szél, és mindazt, amit eddig összesepregettem, szóval szétfújtam. Úgyhogy innen indult az egész kapcsolatom kezdete Istennel, és ezek után sokszor gondolkoztam azon, hogy vajon milyen az az Isten, akit akkor én megláttam, akinek akkor megéreztem a jelenlétét. Sokszor gondolkoztam azon, hogy jó lenne átadni nekem az életemet a gyülekezetembe, a videórákon, sokszor hallottam róla, de úgy nem tudtam igazán mellette dönteni. Azután egy nyáron részt vettem a Harvita táborban. Ebben a táborban úgy mentem el, hogy egy hiány volt a szívemben. Éreztem egy éhséget, egy űrt, amit semmi nem tudott betölteni addig, és úgy mentem el oda, hogy igen, remélem, hogy ez szűrbe fog tenni valamiben. És akkor abban a táborban Isten szólt hozzám, hogy az, amit én hiányolok az életemben, az, amit én keresek, az ő, és hogy ő az egyedüli, akinek a szeretet engem be tud tölteni. És azóta Isten engem megváltoztatott, és remélem, hogy tovább fog változtatni, és mindazokat, akik már Isten gyermekei vagyunk, most szeretném arra bátorítani, hogy tartsunk Isten mellett, mert megéri, mert ő megvéd minket és szeret minket. És mindazok, akik még
nem tartoznak Istenhez, azokat szeretném arra bátorítani, hogy döntsetek mellette, mert igen, megéri mellette dönteni. Ő gondot fog viselni rólunk, és egy olyan életet fog cserébe adni, amiről nem is álmodtunk. Bizonságtevésem végül még szeretnék két igeverset felolvasni a Zsoltárokból. Ezek az igeversek arról szólnak, hogy Isten mindenkihez közel van, akit ő hívja, akit ő keresi, és mindazok, akik őt szeretik, azokat megtartja és gondot visel róluk. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Amen. Történést szeretnék elbeszélni a testvéreknek, ami engem nagyon megérintett, és ami által végig gondoltam így a hívő életemet, és így a hívő az üdvösségemet. Egy jelenlegi lelkipásztor egyszer, nem is olyan rég, Isten az Úr megmutatta azt, hogy a jelenlegi, az akkori 300 tagú gyülekezetéből jelenleg, hogyha eljön az Úr, akkor csak 3 vagy 4 ember üdvözülnek. Ami azt jelenti, hogy 3 vagy 4 ember jut a mennybe, hogyha abban a pillanatban eljött volna Isten az Úr. Őszintén, amikor ezt hallottam, egy prédikáción keresztül volt, de amikor ezt hallottam, és így végig gondoltam ezt az egészet, akkor ledöbbentett. És tényleg azon elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg én személy szerint ilyen hívő életmódot folytatok? Tényleg ez a dolog, amennyit én csinálok, hogy napi 15 percet olvasok ígét, vagy imádkozok, az nem elég ahhoz, hogy én üdvözüljek? Végig gondoltam ezt az egészet, és
Rájöttem arra, hogy az, amit én csinálok nap, mint nap, tapasztalatról beszélek, az, amit én Bibliát olvasok, ami azt jelenti, hogy Bibliát olvasok, hogy nap, mint nap leülök bibliázni, csak azért, mert már megszoktam, és csak azért, mert hát hívő családba születtem, és az édesanyám, meg az édesapám azt mondta, hogy minden nap ezt így kell tenni, ez nem jó dolog. És rájöttem azt, hogy nem, ezt nem kényszerből kell tegyem. Rájöttem arra, hogy nem a megszokás és a folytonosság kell nekem irányítson. Az, hogy talán minden héten eljárok gyülekezetbe, mert már megszoktam, az nem elég, csak azért, hogy üdvözüljek. Testvérek, az Úr engem bátorított egy igén keresztül, amit fel szeretnék a testvéreknek is olvasni, ami arról szól, hogy boldogok, akiknek hűtlensége megbocsátatott, vérke pedig eltöltetett, boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Annyira jó volt ezt végig gondolni, és annyira jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten, hogyha én oda megyek az Úr jelenlétébe hozzá, és kérem őt, hogy bocsássa meg azokat a dolgokat, amik eszembe jutnak, és tartok egy bűnvallást, és megvallom Istennek azokat a dolgokat, amiket meg kell valljak. Olyan jó azt a békességet, és azt a nyugalmat megtapasztalni. Olyan jó is azt megtapasztalni, hogy tudom biztosan, hogy ez én nevem, bele van írva az életnek könyvébe. Evangelizációra gyűjtünk, ugyebár ide vesze, és én csak ezt a mai estét is egy kegyelemnek tudom tartani, mert összegyűlhetünk ide békességben, nincsen kommunizmus, nincsen olyan dolog, hogy üldöznek minket, és mégis össze tudunk gyűlni ide. És sok minden nem biztos, sok dolog nem biztos ebben a mai világban, de egy dolog biztos. Ezen a ma estén még rendezhetjük az Isten által kapcsolatunkat. És a következmények is erről fog szólni. Thank you.
Zsuzsának hívnak, és egy dolgot szeretnék csak elmondani magamból, de ez meghatározta az egész életemet, és meghatározza azt, hogy egy boldog ember vagyok. És miért mondom ezt? Mert azonosulni tudok a Róma berekezés levél negyedik rész, 7. és 8. versével. Boldogok, akiknek megbocsátottak az ő hamisságait, és akiknek elfedeztettek az ő bűneit. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Hallottam nagyon sokat arról, hogy az igazi öröm és boldogság csak Istennél van, de valahogy ezt nem hittem el. Hogy lehetek én akkor boldog, hogyha feladom azokat a dolgokat, amiket szeretek, Jézus helyett, és hogy őt kövessem. Hát az iskolában próbáltam megfelelni az osztálytársaknak, meg az elvárásoknak, és az imaházban is ugyanígy az elvárásokhoz megfelelően viselkedni, de ez nem sokáig ment. És azt szeretném még elmondani, hogy Jézus nagyon sok agyára is megadta lehetőséget arra, hogy hozzájöjjek, és ezt 4 évvel megtettem, akkor új életet kaptam, megtaláltam a boldogság forrását, és azóta zöli vagyok, és azt kívánom, hogy ne menjen el senki elő a helyről, úgyhogy nem tapasztalta ezt a felszabadulást meg, és az igazi örömet. Amen. Fogad el, én hűványod a ló, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fennség, erő és hatalom, Őrtől fogva most is mindörökké. Amen.